ha van kedvük hozzá, akkor én most egy vidám Jeruzsálemi utazásra hívom önöket. Nem kell pakolni, nem kell öltözködni, sem vízum, sem repülőjegy. Fellapozzuk a 48. Zsoltárt, és elmegyünk ebbe a csodálatos városba, de hogy miért is megyünk? Van, aki a hangulatáért, van, aki a siratófalért megy, a műemlékekért, azokért a keresztény emlékhelyekért, amik ott fellelhetők, ha ugyanezek tényleg azok, amik annak idején helyszínei voltak az evangéliumi feljegyzésének. Szóval olvassuk el a 48. Zsoltárt, ami egy győzelmi ének. Nagy az Úr, és méltó a dicséretre Istenünk városában, az ő szent hegyén. Szépen emelkedik az északi oldal felé a Sion hegye, az egész föld öröme a nagy király városa. Palotáiban Isten van jelen, úgy ismerik ott, mint menedéket. Mert éme a királyok összegyűltek, és minnyájan tova tűntek. Mihelyt meglátták őt, elcsodálkoztak, megijedtek és szétfutottak. Rémület fogta el őket, olyan fájdalom, mint a szülőasszonyé. A keleti széllel összezúztat társis hajóit. Amiről hallottunk, azt meg is láttuk a seregek urának városában, Istenünk városában. Örökre megerősítette azt Isten. Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig, jobbad igazsággal teljes. Örül Sion hegye, újonganak Júda leányai ítéleteden. Járjátok körül a Sionyt, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait. Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek. Bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké. Ő vezet minket mind halálig. A vándor, aki Jeruzsálembe érkezett, egy nem akármilyen várossal szembesülhetett. Már a látkép is gyönyörű volt. Nagy az Úr, és méltó a dicséretre Istenünk városában az ő szent hegyén. Igen, Sion, ahogyan máshogyan hívták, valóban gyönyörű volt. Sion szép. Erről szól Kórá fiainak Zsoltára, a 48. Zsoltár, rögtön az első három versben. Egyenlőség jelet tesz az első vers Isten és Jeruzsálem, Isten városa, Isten lakóhelye között, mert hogy azt mondja, hogy nem is a város a lényeg, hanem aki ott lakik, nagy az Úr és méltó a dicséretre és ezzel rögtön egy nagyon erős üzenetet fogalmaz meg. Jeruzsálembe menni, mondja az ókori ember számára a Zsoltán, és azért érdemes, nem azért, amit látsz, hanem aki ott van. Gyönyörű a látkép, de képzeljük el, hogy ez a nagyszerű látkép a városa maga szerkezetével, az északi oldal, a déli oldal, a keleti és a nyugati területek, a várak, a bástyák, az erődítmények, a falak, mind valahol azt üzenik, hogy Isten a te biztonságod. Szépen emelkedik az északi oldal felé a Sion hegye, mondja is a második versben a Zsoltár író, és ezzel azért egy erős fricskát küld a környező népeknek, hiszen az északi oldal, az északi hegy felé mutató Jeruzsálemi arc, az a Baál kultusz, a Baál lakhelye felé mutatta az Isten hatalmát és az Isten által adott biztonságot, azaz Rögtön kifejezi a zsoltáros, hogy Isten meg tud védeni a legerősebb ellenfeleddel szemben is. Hogy ez a személyes életünkben mit jelent, hát attól függ, hogy melyikünknek ki és mi most a legerősebb ellenfél az életünkben. Az egész föld öröme a nagy király városai. Városa, palotáiban Isten van jelen. Úgy ismerik ott, mint menedéket. Isten a mi menedékünk, mondja ki röviden összefoglalva az első három vers, és Sion szépsége nem egy öncélú szépség. Isten azért szép. Isten azért az, aki. Isten szépsége azért jelenti az ő jóságát, az ő hűségét és az ő szeretetét. Mert az a mondat, hogy Isten az ő palotáiban Isten van jelen, úgy ismerik ott, mint menedéket, arról szól, hogy egy vidám jeruzsálemi utazás, találkozás az Istennel, az Isten adta, az Isten kínálta védelemmel, biztonsággal. Mert, folytatja az ötödik vers, királyok összegyűltek, de aztán minnyáján tova tűntek, és amikor meglátták őt, amikor szembesültek, hogy Jeruzsálemet Isten védi, elcsodálkoztak, megijedtek, és szétfutottak. Rémület fogta el őket, fájdalom, mint a szülő asszonyi, összezúzta a tárzisz hajóit. Érdekes, ahogyan körbejárjuk Jeruzsálemet, mert talán elsőre nem tűnik fel, de ez a zsoltár akaratlanul is egy idegen vezető. Éjszakról védve vagyunk, mondta ki az első három versben. A korabeli legnagyobb ellenséges Isten, ez a kitalált bálvány, baál sem tudja felvenni velünk a harcot. De nézzük csak keletről. Keleti szél érkezik, és az a keleti szél a nyugatról érkező tárziszi hajókat. Összezúzza. Összezavarja a nyugati ellenséget. A Földközi tenger volt az a nyugati vidék, amit a keleti szél biztosított. Nem engedte őket kikötni, megszagadta a vitorláikat. Tehát Jeruzsálem védve van a nyugati part felül is a keleti széllel. Érdekes ez a keleti szél vissza visszatérő jelképe. A szentírásnak még az apostolok cselekedeteiben is olvashatunk erről a híres hírhet keleti szélről, ami bizony alaposan próbára tette a leggyakorlottabb tengerészeket is. Szóval a keleti szél véd minket, és most a kamerába persze tudom, fordítva kéne mutatnom, a nyugati ellenségeinkkel szemben is. Az 5. verstől a 9. versig terjedő szakaszban Sion legyőzhetetlenségéről van szó. Arról a sok-sok csatáról, amit számba vesz a Zsoltáros, hogy mert meg királyok összegyűltek, de mindannyian tova tűntek. Volt, hogy népszövetség kerekedett, hogy elpusztítsa Jeruzsálemet. Volt, hogy aztán jöttek az asszírok, de Isten csodálatosan megvédte egészen sokáig, amíg Isten gyermekei, a választott nép, újra és újra Isten közelébe húzódtak a baj idején. Isten mindig védelmet nyújtott. A kilencedik versben nem véletlen, hogy egy másik nevet olvashatunk az örökkévalóról, mert azt olvassuk, hogy amiről hallottunk, azt meg is láttuk a seregek urának városában, Istenünk városában. Örökre megerősítette azt Isten. A seregek ura, ez a gyönyörű Isten név, a Jahvece Báot, arról szól, hogy az Istennek megszámlálhatatlan és kimondhatatlan nagy hatalma és ereje van mindenféle küzdelmünkben mellettünk állni. Amikor az első három versben beléptünk Jeruzsálembe, azt láttuk, hogy Jeruzsálem Sion szép. Az ötödik verstől a kilencedik versig azt láthatjuk, hogy Sion legyőzhetetlen. De miért? Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted, a föld határáig, jobbod igazsággal teljes, örül Sion hegye, újjonganak Júda leányai ítéleteden. A védelem, a biztonság nem abban rejlik, hogy mekkora csatákat nyert meg, hogy mit tett ő, hanem hogy kicsoda ő. Amikor a saját életünk városának, képzeletbeli Jeruzsálemének kis omladozó falaira tekintünk, sok-sok ostrom után, vagy éppen most is ostrom ágyúk állnak a falain kapuink előtt. Talán a mai napunk is egy nagy kihívás, egy nagy háború-harci helyzet. De amikor az ember megért, hogy mit jelent, az a két szavas kis mondatkezdés a tizedik vers elején, hogy kegyelmedről elmélkedünk. Istenem, akkor erős a fal, akkor szilárd a kapu, akkor éberek az őrök, amikor kegyelmedről elmélkedünk akkor van védelme és biztonsága a mi életünknek. Hogyha elmondhatjuk a Zsoltárossal együtt, kegyelmedről elmélkedünk, Istenem templomot belsejében. Különleges, hogy a Zsoltár író szerint, Kórá fiai szerint a város igazi védelmét nem az extra erős, egyébként rendkívüli évezredeket kiálló, mai nap is régészek által folyamatosan feltárt falak és erődítmények adják hanem azt mondja, a templomod belsejében. Mert hogy ott volt a hegyen maga a szenté, a szentek szentjével, az Isten lakóhelye. És amikor nem a falakban bízunk, amiket mi építettünk, hanem a falakon belül behúzódunk oda, ahol az Isten a legközelebb van hozzánk. Kegyelmedről elmélkedünk. A Fridláda, amit az apostoli írásmagyarázat majd a kegyelem királyszékének nevez ahol Isten megjelenik. Ahol az Isten kegyelme, az az, nyugodtan sorba, mi mindent jelent ez a szó. Jóság, szeretet, hűség. Az a szeretet szó, ami majd az új szövetségben agapéként megjelenik, ebben a formában nincsen jelen az Ó Szövetségben, de az a szó, ami kifejezi a kesed szó, hogy kegyelem, kifejezi az Isten jóságát, az fejezi ki ugyanazt a szeretetet is. Az fejezi ki ugyanazt az Isteni gondoskodást, kegyelmedről elmélkedünk. Hogy Jézus majd mivel azonosítja ezt a templom belsőt? A Máté Evangélium a hatodik fejezetében, a hegyi beszédben, mielőtt azt mondaná, hogy mi atyánki vagy a mennyekben, így imádkozzatok, szólítsátok meg őt, azt mondja, menj be a te belső szobádba, a te ajtódat bezárt. Legyen meg az a helyed az életedben. Ha a te életed, a te városod, a te a te Jeruzsálemed, akkor annak vannak különböző kapuja, ahogy, ahogy John Bunyan a híres középkori angol puritán szerző mondta, hogy a mi életünk egy város, és a kapuja, mi érzékszerveink, a szemünk, a fülünk, az érzékelésünk, ahogyan a világot érzékeljük, és hol az egyik, hol a másikon keresztül igyekszik betörni a rossz, hogy elfoglalja a várost, a szívünket, az értelmünket, a, az akaratunkat meggyengítse. Szóval, ha erős akarsz lenni, akkor menj be a te belső szobádba, oda a templom belsejébe, ami azért templom, mert ott van az Isten. És ismerd meg őt, mert amilyen a neved Istenem, mondja a 11. vers, olyan a te dicséreted a föld határáig jobbod igazsággal teljes. És ha már előbb elkezdtük körbejárni Északról Jeruzsálemet, és azt mondtuk, hogy baál ellen vétve vagyunk, Tárzisz hajói ellen nyugatról vétve vagyunk, mert a keleti szél, az Isten támasztotta szabadítás, összetöri ezeket a hajókat. Olyan érdekes a 11. verset, a dicséreted a föld határáig. A föld határai egy utalása a déli területekre. Maga a szó, a határszó, a kifejezés is. Déről is védve vagyunk, mert jobbod igazsággal teljes. Örül Sion hegye újonganak Júda leányai ítéleteden. Azt mondtuk, hogy Sion szép, első három vers. Azt mondtuk az ötödik és a kilencedik vers közötti szakaszról, Sion legyőzhetetlen. De azt is mondhatjuk, hogy Sion boldog, örül Sion hegye, mert amikor az ő kegyelméről elmélkedünk, mikor a templom belsejébe behúzódunk, menj be a te belső szobádba, és találkozz a mi atyánkkal. Akkor Sion boldog, mert békességet nyer az Istenben, megoldást nyer. Hogy így fejeződjön be maga a Zsoltár, járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számoljátok meg tornyait. Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek, bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. A városnézésnek sose legyen vége. Ahogyan bejárjuk Isten szabadításának az emlékeit az életünkben, bejárjuk, megkerüljük, összeszámoljuk, jól megnézzük, milyen érdekes. És aztán azt mondja, mondjátok el másoknak, a jövő nemzedékeknek, akik jönnek utánatok. Ez is egy nagyon érdekes utalás, hogy körbeérjen a zsoltáros a város bejárásával, a nyugati területekre utal, amikor azt mondja, hogy akik utánunk jönnek, akik utánunk jönnek, a hátuljövők, ez a jövő nemzedék. Mondjátok el, hogy elmondhassátok, járjátok be, ez a nagy evangélium hirdetés. Legyen ez az üzenetet, bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké ő vezet minket, mint halálig. Vett számba Isten szépségét, vett számba azt a biztonságot, amit Isten már olyan sokszor megadott neked az életedben. Északról, délről, keletről, nyugatról. Minden irányból képes megvédeni, bármely élet helyzetből érkezik a nehézség, a probléma, a támadás. Bizony ez az Isten, a mi Istenünk, a mi Atyánk, aki van a mennyekben, ő vezet minket, mint halálig. és Annyira érdekes ez az utolsó mondatrész. Az ő vezet, ez a pásztorról kifejezést jelenti az eredeti szöveg szerint. Jézus a jó pásztor, kövessetek engem, mondja az evangéliumokban. Jézus a jó pásztor, aki életét adja az ő juhaiért. Jézus a jó pásztor, aki egész földi életünk során, egész a halálig, mint halálig vezet minket, de így búcsúzik az ő tanítványaitól, hogy én tiveletek vagyok minden napon, nem csak mint halálig, hanem a világ végezetéig. A jó pásztor közel van Jeruzsálemhez. A jó pásztor ismeri az ő juhait és az ő bárányait. A 48. Zsoltár, ez a vidám jeruzsálemi városnézés, egy nagyszerű előre pillantás arra, amiről majd a jelenések könyve 21. fejezetében a szeretett tanítvány János a második versben szól. Láttam egy nagyvárost, az új Jeruzsálemet, ami az Istentől szállt alá a mennyből, felkészítve, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Egy utazás van előttünk, jövevények és vándorok vagyunk kirándultunk most Jeruzsálembe, és megnéztük, hogy mi az üzenet ennek a városnak a mi számunkra. Benne lakik az Isten. A templom belsejébe behúzódva mindennel szemben védettek vagyunk. Mikor az ő kegyelméről, jóságáról, szeretetéről, hűségéről elmélkedünk. De a nagy utazás előttünk lévő szakasza se meg bennünket. Az új Jeruzsálemig, az Isten országáig, a mennyek országáig, amikor Isten újjáteremti a földet. Amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben is, egyszer s mindenkorra megerősíti a békét és a szeretetet a világ számára, a benne bízók számára. Várjuk ezt a napot mindannyian.